Na szavaztok srácok, én Jason vagyok, és ebben a videóban elérkeztünk egy újabb részhez. Eddig egy darab ilyen videóm volt, és ahogy láttam egyébként tetszett nektek, hogy úgymond a komolyabb témába mentünk el egy kicsit. Szóval ebben a részben újra igazi hősöket fogunk megnézni, szóval ez tényleg egy kicsit komolyabb jellegű videó, az ilyen témájú videók sokkal komolyabbak, úgyhogy megpróbál senki nem nevetni, oké? Kíváncsi leszek nagyon, hogy mi lesz ebben a videóban, úgyhogy nézzük. Na mehet. Nem tudom, miért lesz hangos egyébként. A szokásos jó kis zene alatt, hogy azért fokozza a hangulatot. Na mi lesz az első, nézzük. Hú, szegény kisgyerek! Azért ehhez kell egy lélek jelenlét. Hogy pont oda kap, ne az, hogy úristen, mi történik, hanem tényleg csinálj is valamit annak érdekében, hogy a tragédia ugye ne következzen be. Hogy látom a nő, hogy meg is tapsolja, hogy a ugye, aki bevetődött, hát... Gyorsan jöttek itt az információk, ezt így annyira nem értettem. Az úriembert letolja. Én nem tudom, miért mennek ki egyébként a sorompónak. És jön a vonat természetesen. És nem bírt volna megállni. Nem bírt volna megállni. Ott egy csatorna fel... Ne idegesíts, hogy beesett a gyerek a csatornába. Egybe utána mennek. Ahogy ezt is így hagyni, ahogy látszik, már egyből veszekedtek. Azért hogyha egy csatorna fedelet kinyitnak, azt azért nem szabad úgy hagyni egyértelmű, hogy az anyuka őrjön, mint az állat. De azért durva, sokkal rosszabbul is végződhetett volna. Itt valószínűleg vagy kiesett a gyerek az ablakon, vagy valami történt. Azért a zene az szivat, az jól ide rakták nekünk a zenét. Az igen, három vascső vagy bármi ilyesmi lehetett. Nem lett valaki kellemes. Ajaj, valaki leesik. Ja! Az mekkora védés. Az pont eltarolta volna a szegény nénit. Megint egy gyerek lóg az ablakon, és elkapták. Hál' Istennek. Fú, az ilyen vonatos videók azok durvák, vagy részek. Beszorulnak meg ilyenek. Kíváncsi leszek. Jaj, gyerek! Nagy érzésem, hogy nem fog... Igen, hogy beesett alá. Az anyukát így nem értettem először, hogy így eltűnt a tömegbe. Húsz ilyen, hogy leesett. Nem nagyon biztonságos. Baszott. Bocsánat, nagyon nagy rés van ott. Hopp! Ő is leesett. Ott azon gondolkoztam, hogy a vonatossal kapcsolatban, hogy a metró, itthon metróházatok olyan közel vannak, hogy be se tudnak esni. Azért az meredek. Mi történt? Azt így annyira nem az... Olyan, mintha a fél testek benne lenne. És hogy én láttam valamit nagyon rosszul. Most ezt nem értem. A lába megvan, vagy valami? Nem lehetett látni normális. Olyan, mintha így a fél testei beszorult volna alá. Vagy nem tudom. Felbolt egy kocsi, ott meg adatta van egy gyerek. Nagyon sok, ahogy látom, a gyerekes klip. Erre kíváncsi lennék, hogy hogyan sikerült oda beesni. Hol lett? Hollandia? Én mindig félek az ilyen vizes dolgoktól amúgy. Nem tudom, valamiért én tudok úszni innen, de az ilyen mélyvizes, jó, az nem biztos, hogy mélyvizes volt, de... Ilyen mélyvizes dolgok annyira parák. Valaki öngyilkos akart lenni? Azért az milyen durva módszer már, hogy elhatározod, hogy az leszel, Isten mencs, hogy valaki ilyen helyzetbe kerüljön, de elhatározod, hogy vagy elhatározza valaki, hogy megteszi, és autópályára kiugrasz. Igazából ott ugye a legnagyobb kárt valószínűleg magad a csád, de
Hogyha egy olyan ember elé esel, tudod, hogy pont a kocsi, és akkor így átmegy, vagy pont a kocsira azért, na, akkor más testi épségét is kockáztatják. Akár pont a kamerában néztem, amikor itt történt valami. Valószínűleg ráesett. Meg... Ah, én láttam már olyan videót, amikor motorosok mentek, pont ilyen fémcsövek kamionból kiszabadultak, az csórókat feltűzte, de nem haltak meg, nagyon durva. Ez egy kutyus? Vagy egy ember? Egy ember. Ja, ilyen állatklipet nagyon keveset rakna be, mivel állat van. Azért milyen durva sodrása van. Ebből kiszabadulni egyedül, az nem biztos, hogy sikerült volna. Így szerintem azért meredek a helyzet. Na, autópálya, valaki a lászorult valószínűleg. Ilyenkor egyébként félős megmozdítani a kocsit is, hogyha nincs olyan állapotban. Ki tudja, mi lehet vele. Hogyha tud rendesen kommunikálni, meg elmondja, hogy mi zó, akkor valószínűleg sokkal biztosabban vágnak neki egy ilyen dolognak. Amúgy alig állnak meg a kocsisok, ahogy láthatjuk. Jó, brutálisan sokan vannak már a kocsi körül, de így mindenki megy tovább körbe. De nincs az, hogy valaki lehúzódjon. Ahogy látom, a másik sávból mentek át. Ott van két kocsi is. Majd a másik oldalról. Kiszabadult. Sajnos a lenti szöveget nem értjük. Nem is angolul van. Ajaj. Ott valami történik. Bal oldalt, remélem látjátok. Mi történik itt? Na várj, ezt most nem értem. De hogy ő ki akart ugrani? Öngyilkos akart lenni? Valószínűleg kizárta magát meg ilyesmi, és akkor ugye jött a rendőrség is. Megakadályozták azt, hogy öngyilkos legyen. Sok ilyen klippet láttam, nem tudom, hogy adjára mondom el. Igen, ott már várták, hogyha ugrik. Akkor igen. Szóval visszatérve sok olyan klipet látom, amikor valaki ki akar ugrani, és akkor fentről jönnek, és akkor jó, most akár berúgják, meg ilyeneket csinálnak az emberrel. Szóval az a lényeg, hogy megvédjék bármi áron az életét. Az ilyen vízeseket nagyon nem szeretem. Nekem van egy kis félelmem a víztől, ahogy mondtam. A durva, ezek nagyon durva helyzetek lehetnek. Remélem, senki nem éli át ezt. Én sem nagyon szeretném. Bár az, hogyha valakit megmentek, az oké, de hogy a másiknak a helyében legyek, azt nem szeretném. Milyen kevés erő lehet benne. Biztos olyan ki van fáradva. Ez a zene, ez nagyon szemét amúgy. Nagyon fokozza a hangulatot. Jó, megmenekült, hála jó Istenem. Szerencsére csak olyan videó részletek vannak, ami fixen megmenekült emberekről szól. Ilyenkor kíváncsi lennék a történetre, hogy ugye megmentik őket a vízből, de hogy mi lehet? Mi lehet az előzménye? Hogy akár egy kis kirándulás, akár egy kis fürdőzés, és akkor tudjátok, hogy tragédiából bonyolódik az egész. Bár a végkimenete, hál' Istennek, nem az. És kiúzzák őt is. Nem is akarok egyébként ilyenkor sokat beszélni. Mondanám, hogy itt az érzések dominálnak. Valószínűleg van, hogy tenger lehet. Lehet, hogy a szigetre oda besodródtak. Most sem tudok beszélni. Annyira elkalandozott most a figyelmem, hogy mi lehet a képen. Chicago, na tessék.
Amerikában történik ez. Beszakadhatott a jég. Én egyszer korcsolyáztam tavon, esküszöm, ott féltem, hogy beszakad. Még vastag volt a jég, de attól függetlenül az emberben benne van. Sokat nem látunk, de valószínűleg kiszedik a jeges vízből. Aha. Hú, de rossz lehet egyébként. Ezek nagyon durva helyzetek. Akkor a rendőrség segített az úriemberen. Ezek tényleg nagyon kemény helyzetek lehetnek is. Az a baj, hogy amiket látunk, szerintem majdnem napi szintű. Hogy mondtam a videóban, remélem velünk ilyen soha nem fog történni. Ha történik, akkor mondtam, hogy inkább azon az oldalon legyünk, hogy mi tudunk segíteni más embereken, másnak az életét megmenteni. Ha veletek volt bármilyen egyébként, hogy szülőkkel mentetek, és apu, anyu, testvére segített a másikon, vagy ti akár segítettek a másikon, akkor ez hogyan történt? Nyugodtan leírhatjátok a saját történeteteket. Mindenki vigyázzon magára, legyetek jók srácok, én Jason voltam, szevasztok!